Szent Mártonról egy percben. Szombathely leghíresebb születtének, Szent Mártonnak 2016-ban jubileumi emlékévet szentel a város. Éppen 1700 esztendeje, hogy Márton 316-ban jómódú pogány szülők gyermekeként meglátta a napvilágot Szavária határában. A ház, amelyben a világra jött, a legenda szerint a mai Szent Márton templom helyén állt, a környék pedig az egykor volt önálló település, máig a szent nevét viseli. Hogy emlékét méltóképpen megőrizze az utókor, a szülőház fölé az addigi sírkápolna átalakításával templomot emeltek, amely 860-ban már biztosan állt. Ezt először Szent István uralkodása idején építették át, méghozzá fából, nem sokkal később pedig félköréves szentélyű téglatemplom került a helyére. A 13. században román, a 15. században gótikus stílusban alakították át. 1668 és 1672 között épült újjá ismét. A 20. században bővítések, tatarozások vártak rá, 2015-ben pedig nagyszabású rekonstrukció zajlott a templomon a Szent Márton terv keretében.